Idén is két társ kiállítóval vesz részt a Neumann János Egyetem a 20. Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. Az egyetemmel közös pavilonnál mutatkozik be a Mercedes-Benz Manufacturing Kft. És Kecskemét városa. A január 9-től 11-ig tartó rendezvényen közel 50 hazai felsőoktatási intézmény jelenlegi hallgatói, oktatói adják át a legfontosabb információkat a képzésekről és a tanulmányokat követő jövőképről. Egyetemünknek egy nagyon látványos standja épül, ebben nagyon sok munkatárs vett részt természetesen az előkészületekben, komoly felkészülés és előkészület előzte meg a kiállításnak a megépítését. Körülbelül 90 négyzetméteres lesz a stand, és közvetlenül a nagy színpadnál, tehát meglehetősen központi helyen. Dr. Fülöp Tamás az egyetem rektora elmondta, közel 30 hallgató vesz részt a kiállításon, az egyes karok pedig mind készülnek valamilyen meglepetéssel a látogatók számára. A már megszokott megjelenés mellett nyitott, átjárható standdal várják az érdeklődőket az egyetem diákjai és tanárai. A tavalyi évben a Formula Student autóját tekinthették meg az érdeklődők, az idei évben pedig a GANF műszaki informatikai karnak a Kenji Racing Team legújabb fejlesztésű elektromos motorja lesz látható, tapintható, megtekinthető, és természetesen ott lesznek a járműépítő csapat tagjai is, akiktől lehet kérdezni esetleg a hallgatói tehetséggondozásról vagy a motorépítésről. Az ismertetést friss kiadványokkal és egy angol nyelvű összegyetemi bemutatóval is segítik idén. Ezeket oda is adják az érdeklődőknek, de akár a www.uni-neumann.hu weboldalon keresztül is elérhetőek. Kecskeméten pedig legközelebb a január 15-i nyílt napon ismerkedhetnek meg a leendő hallgatók az egyetem kínálta lehetőségekkel.